Szép estét kívánok, kedves nézőink! Itt a Hatos csatorna műsorán belül Hírérték című programunkat látják, és ahogy eddig megszokták tőlünk, mind a hír és mind az érték minőségének tisztelettel kívánunk megfelelni. Május 31-én Törökszent Miklóson Nők a nőkről konferencia zajlott le, nagyon-nagyon szimpatikus előadókkal és annál is karizmatikusabb témákkal, amelyet látatlanban, mikor megkaptam az invitálást, magam is feltételeztem. Nagyon jó volt a légkör, maga hangulat, Törökszent Miklós polgármester nője kitett, nagyon magáért a teljes grémiummal, úgyhogy innen is köszönjük Juhász Enikőnek ezt a nagyon-nagyon körültekintő és tartalmas munkavégzést is. Hogy milyen témakörök hangzottak el? Nők a munkaerőpiacon, tények és távlatok uniós perspektívái, nők a politikában, médiák szerepe hatása a nők mai megítélésében, a családkép változásai, de a sok-sok előadás közül kimagaslott nem csak számomra egy különleges, címében talán inkább olykor megrettentő, figyelemfelkeltő, de mégis törődő előadás, Nők elleni erőszak és a prostitúció címmel. Előadója mai kedves vendégem Bethlen Anna közgazdász, úgy is mondhatnám, emberjogi aktivista, aki maga is olyan szervezetet hozott létre hossza idén keresztül működtetve, amely pontosan a nők védelmében az erőszak tulajdonképpeni számtalan megfogalmazását illető tisztázását is jelentette, de magának a nőknek a helyzetét, szerepét és lehetőség szerint védelmét, védettségét. Én nagyon tisztelettel köszöntöm Önt, Anna kedves, és tényleg nagyon jól esik, hogy elfogadta a meghívást, hisz a téma szinte napi renden van, minden pillanatában hétköznapi életünknek, itthon és a világon szerte, és az Ön tanulmányai, gondoskodó, kutató munkája valóban túlmutatott határon kívül is, de beszélgessünk erről a témáról. Egy mondata különösen megragadott engem. A prostitúció és marketingje a pornográfia, valamint beszállítója az emberkereskedelem. Ez egy nagyon kemény és hosszú folyamat. Mindegyik kifejezés valamilyen minősítést kell, az Ön olvasatában konkrét minősítést nyerjen. Hogyan is állunk ma az erőszak és a nők viszonylatában, erőszak a nők ellen? Parancsolja. Hát ugye ez a mondat, amit idézett egyébként, én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok minden nézőnek. Ez a nők elleni erőszak egész nagy fogalomkörén belül egy fontos résztémára, a prostitúcióra vonatkozott. Azt mondom ugye ebben az írásban, amiből idézett, hogy a prostitúciót az emberkereskedelem táplálja, tehát ez nem két külön fogalom, két külön dolog, amelyekkel külön kéne foglalkozni, hanem ennek az iparnak, amit prostitúciónak nevezünk, a beszállítója az emberkereskedelem, onnan van az áru, és a pornográfia az pedig nem egy művészeti ág, valami szórakozás, hanem egy nagyon kemény marketing tevékenység, amely azt szolgálja, hogy megfelelő fizetőképes kereslet álljon rendelkezésre. Anna nagyon keményen fogalmazott előadásában is, de olyan gördülékenyen vezette fel ezt a folyamatot, példákkal igazolva, mondom, házon belül és hazánk távol. Csak figyeltem arra, hogy hányféle oldalról történik ez a megközelítés. Hányféle minősítést tud egy-egy példája maga után vonni, és ez a bizonyos probléma, hogy egyáltalán félelemben tarthatók a nők az erőszak oldaláról. Itt már egy újabb fogalommal, egy újabb ténnyel is szembe kerültem, de nem csak én, nem hallgatóság, az a családon belüli erőszak. Ön nagyon kitért a hatásra, mert itt az erőszak nem pusztán egy embert érint, ahogy hangsúlyozta, hanem a környezetet, és hosszú időn keresztül kell ezzel a hatással élni. Nagyon kemény téma. Hát igen, arról volt szó ebben az előadásban, hogy a prostitúció számára az utánpótlást az erőszak teremti meg, amely a fiatalokat, a gyerekeket általában még a családban vagy a közvetlen környezetben éri. Tehát azt próbáltam kifejteni ebben az előadásban, hogy,
hogy ahhoz, hogy valaki, tehát legalábbis számokat, kutatásokat idéztem, nemzetközi kutatásokat, mert sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon nem folynak ilyen kutatások. Ez egy elég súlyos probléma, hogy magyar adatokkal nem nagyon rendelkezünk ezen a téren. Más országokban azonban folytatnak kutatásokat, és ezek azt mutatták ki, hogy a prostitúcióban élő nők és fiúk elsőprő többsége, tehát ilyen 85-90%-a számol be gyerekkorában vagy fiatalkorában megelőzőleg őt ért rendszeres szexuális vagy fizikai erőszakról, elhanyagolásról. Vagyis a prostitúcióba való belépés és az abban való lét hátterében egy nagyon súlyos, hátrányos helyzet húzódik meg akkor is, hogyha ezek a szereplők nem feltétlenül szegény környezetből származnak. Az kétségtelen, hogy a szegénység az egyik fontos faktor, fontos ok, ami kiválasztja a prostitúcióba kerülő embereket, elsősorban nőket, gyerekeket. De a szegénységen kívül még más ilyen tényezők fordulnak elő, mégpedig szép számmal. Elsősorban a fizikai és szexuális erőszak, az etnikai megkülönböztetés, a lehetőségek hiánya, a relatív szegénység, mert a szegénység az nem mindenki számára ugyanazt jelenti. Hogyne. Ez így igaz. Anna kedves kitért arra, hogy gyakorlatilag nincsenek nálunk kezelhető adatok ezzel kapcsolatban. Föltette nyilván saját magának is a kérdést, hogy miért. Ez így nagyon puritánus, nagyon egyszerűen hangzik. Ez valamilyen morális féltésből fakadhat, hogy finom legyek, nem az adat az szót. A statisztika az mindig valami rideg számok halmaza, de könyörgöm mögötte élő emberek vannak. És ön például külföldi adatokkal meglehetősen tanulságos, elrettentő, de odafigyelést igénylő példákat hozott. Mennyi ugye egy napi díj, a bérlés, az ott lakás, a leadás a futtatóknak. De hát ez Magyarországon működik, beszélnek róla, és nincs adat. Az adat nem magától van. Ahhoz, hogy adat legyen, és ezen nem csak statisztikát értünk, adat minden információ, ugye, tehát például interjú szövegek is adatként dolgozódnak fel. Tehát adat az akkor van, hogyha van megrendelő, aki azt a kutatást megrendeli, vannak feltételek, amelyek között a kutatást el lehet végezni. Anna kedves, bocsánat, akkor csak elégedjünk meg a napi hírekkel, hogy megint történt itt-ott erőszak nők ellen? De most arra a kérdésére, hogy miért nincs adat, azt tudom válaszolni, mert nincs rá megrendelés. Tehát, hogy még egy oka van annak, hogy nincs adat egyébként. Tehát ezeknek a nehéz kérdéseknek, mint amilyen a prostitúció és a nők elleni erőszak is, a gyermekek elleni erőszak is, ezeknek a feltérképezése tehát az nem lehetséges úgy, hogy mondjuk egy közvéleménykutatást elvégeznek. Ja, hát a telefonos interjú alapján ezt nem lehet fölmérni. Azokban az országokban vannak kezelhető adatok ezekről a kérdésekről, ahol van elérhető és rendszeres szociális ellátás. Tehát ahova az erőszak áldozatai, vagy a prostituáltak, vagy az emberkereskedelem áldozatai be tudnak menni, és segítséget tudnak kérni, ott van adat, mert ott ővelük beszélgetnek, ottan készülnek interjúk, ott keletkezik felmérés. Mi nálunk ilyen természetű ellátás nem nagyon van. Hát azt kell mondjam, hogy igazából nincs. Persze ez nem egészen ilyen egyszerű, mert rengeteg kitűnő szakember próbál, hát mondhatni, hogy a saját szakállára ellátást nyújtani, akár prostituáltaknak, akár az emberkereskedelem áldozatainak, akár a nők elleni erőszak áldozatainak, de rendszeres, szervezett, finanszírozott, törvénnyel szentesített, képzéssel megalapozott, kutatásokkal elősegített ellátás nincsen Magyarországon, ami hát nagyon komoly hátrányt jelent más országokhoz képest. Többek között azt a hátrányt is jelenti, hogy nincs adat. Hát Anna, olyan ellentmondásba kerül önmagával a valóság. Ugyanis látjuk a híreket, kapjuk szinte óránként, de naponként mindig történik valami, ami a nők elleni erőszakot proklamálja.
Vannak ugye úgymond híresebb emberek, akiknek a gyerekét éri erőszak, nagyon szomorú. Ezek az esetek előtérben kerülnek. Ugye nevet azért használhatok, mert hisz publikus. Kis Bándi Katának, a pszichológus hölgynek is Pécsett, ez a szörnyű esete. Ugye a polgármester úr kislánykájával történt szörnyű eset. De mellette x olyan eset van, amit épp hogy halványan fölemlítenek, és utána valamilyen oknál fogva vagy lezárul az ügy, vagy nem kerül a nyilvánosság elé. Holott ennyi sok elkövetett erőszak gyerek ellen, nők ellen, most már tényleg segítségért kiállt, hogy ne csak civil szervezetek összefogásával próbáljanak valamit a védettség miatt lépni, hanem legyen ennek elfogadott szociális intézménye. Ugye, amiket kell vezetőkkel. Ezek a példák, amiket felsorolt, ezek kellőképpen szörnyű esetek, de a többség az nem idegenek által elkövetett nemi erőszak. Tehát a nemi erőszak eseteknek az elsöprő többségét ismerős követi el az áldozat ellen. Ezt is elsősorban nemzetközi statisztikákból tudjuk, de a szorványos hazai adatok is erre utalnak, hogy legalább a háromnegyede a szexuális erőszakoknak az közvetlen ismerős által követtetik el. Néhány olyan és nem csak ismerős, hanem családtag. Mert most egy következő állomás ez a családon belüli erőszaknak, az a témakör, amit ön a maga erejéből próbál gondozni, feltérképezni, és itt az előadásában arra is kitért, hogy a hatása mennyire hosszú ideig, emberöltön keresztül is, ha kell, de ott marad az elkövetetben. Hát jó, hát ugye azt mondtam ebben az előadásban, hogy a családon belüli erőszak, ami egy tág fogalom, és ami nem egészen megfelelő kifejezés arra, amiről beszélünk, nők elleni erőszak, ez a helyes kifejezés. Ezt elmondtam ebben az előadásban, hogy a nők elleni erőszak az előfordulhat a nyilvános térben, tehát például a médiában, akkor a reklámokban, akkor a prostitúció is egy olyan típusú nők elleni erőszak, ami a nyilvános térben zajlik, tehát nem elsősorban családtagok között, bár átszövi a kapcsolati erőszak azt is bőven. És hát a nemzetközi szakirodalom angolul domestic violence-nek nevezi, vagyis az intim szférában elkövetett erőszaknak nevezi azt a nők elleni erőszaknak azt a részét, amit családtag, rokon, ismerős, barát követel az áldozat ellen. És ezt sajnos magyar a családon belüli erőszaknak fordították le, ami azt a kellemetlen következményt mondta maga után, hogy amikor azt mondjuk, hogy családon belüli erőszak, akkor nem a nőkre gondolunk, pedig ők az elszenvedőknek a többsége, hanem általában a gyerekekre, meg öregekre, meg akik szintén természetesen elszenvedhetnek erőszakot, de a többség az azért szenvedi el ezt az erőszakot, amiről beszélünk, mert nő, mert a női nemhez tartozik. Ez kivéthetetlen? Úgy tűnik, hogy kivéthetetlen? Ha valaki nőnek született, akkor eleve benn hordja maga egyéniségében. Nem ő hordja. Nem az egyéniségében hordja, dehogyis. Nem a nő az oka annak, hogy ő ellen erőszakot követnek el, hanem a társadalmi berendezkedésünk olyan, hogy azt az egyenlőtlenséget, amit mindannyian tudunk, hogy fennáll a férfiak és a nők között, ezt az egyenlőtlenséget az erőszak különféle formáival tartja fenn. Na, erről egy kicsit bővebben. Igen. Ez hogy van? Ha nem a létünk pusztán, hanem az, hogy a társadalomban nincs igazából helye szerepe, abban a minőségben a nőnek, hogy az erőszakra való hajlandóságát, mint egy célpont, valamilyen módon egyszerűen objektíve szolgáltassa, mert nő, akkor mit lehet ezzel ellen tenni? Ugye arról van szó, hogy a társadalom általában, a társadalmi egyenlőtlenségek azok nem maguktól vannak. Azt valami fenntartja. Ez egy átfogó társadalmi egyenlőtlenség, ami a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség. Számos megnyilatkozását ismerjük. Elég, hogyha a munkaerőpiacon nézünk körül, vagy a politikában megnézzük, vagy a parlamentben, vagy másmilyen döntéshozatali testületekben hány nő és hány férfi ül, és milyen pozíciókban, és akkor látni fogjuk, hogy minél nagyobb döntési kompetencia jár egy pozícióval, annál nagyobb valószínűséggel férfi tölti be azt a posztot. Például
ha megnézzük, hogy a polgármesterek között hogyan alakul a nők és a férfiak arány, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyvárosok, nagypénzű területek polgármesterei azok többnyire férfiak, és minél kisebb pénzzel jár az adott pozíció, minél kisebb településről van szó, szóval annál nagyobb arányban fordulnak elő közöttük nők hogy hívják ezt, önkéntes vagy, tehát a nem fizetett polgármestereknek már a többség. Polgári. Azok, igen, igen, azok már nők. Tehát a hatalom és a kompetencia elosztása is egyenlőtlenül zajlik, de nem csak a politikai vagy a gazdasági hatalomban, hanem a családi hatalmi megosztás is egyenlőtlen, mindannyian tudjuk, ez egy bevett dolog, hogy a férfi a családfő, és a nő az meg bizonyos értelemben alárendelt szerepet játszik, mert ezen vita van, hogy ez mennyiben van így, és mennyiben máshogy, de most ebben nem megyünk bele. Az a lényeg, hogy ezeknek az egyenlőtlenségeknek a fenntartásához valamire szükség van. És az az általános eszköz, amivel az egyenlőtlenséget fenntartják, az az erőszak. Ez volna az eszköz? Az erőszak az eszköze, igen, az egyenlőtlenségek fenntartásának. Na most csak azt akarom mondani, hogy nem a nők személyiségében, vagy a férfiak személyiségében. Tehát ez nem egy pszichológiai... Tehát az egyenlőtlenség az egyik ilyen kulcs szó, igen, ami a szituációt magát reprezentálja. Na most, ha az egyenlőtlenség pandatját nézzünk az egyenlőség oldaláról, ez nyilván egy perspektívikus majdnem álom. Uh-huh. Ebben milyen kutatásai, vagy eredményei, vagy esetleg maga a terv, hogy ebben jobban körülnézzen, egy kicsikét a jövőképben megváltoztatható-e? Gondolkodott-e ezen? Hát az ember azon igyekszik, hogy megváltoztatható legyen. Azt látjuk, hogy noha mindenütt, minden általam ismert országban és társadalomban fennáll ez az egyenlőtlenség, tehát a férfiak és a nők között jelentős különbség van a tekintetben, hogy milyen politikai, gazdasági és társadalmi pozíciókat tudnak betölteni, mennyire szabadok például. Ez például egy fontos kérdés, hogy mennyi szabadság jut valakinek egy társadalomban. De azért nagy különbség van mondjuk Svédország egyenlőtlensége, nemek közötti egyenlőtlensége, és Pakisztán nemek közötti egyenlőtlensége között. Tehát ebben nagy különbség van. Ellentétes. Igen. És hogyha például megnézzük, noha Svédországban mérik a nők elleni erőszak eseteket, és rengeteg ellátás szolgálja az áldozatokat, és mindenféle programokat csinálnak annak érdekében, hogy csökkenjen az erőszak, és Pakisztánban meg nem. Ennek ellenére jól látható, hogy mennyivel több nők elleni erőszak eset történik Pakisztánban, mint Svédországban, és például mennyivel több nőt ölnek meg ilyen tipikusnak mondható nők elleni erőszak ügyekben, mint becsületgyilkosság, úgynevezett becsületgyilkosság, meg efélék, amikor valakit megvádolnak házasságtöréssel, akkor az már elég ok arra, hogy alára ítéljék. Hát ezeket ismerjük, ugye mi innen távolról szörnyetben látjuk ezeket a drogokat. Ott is a nők elleni erőszak, ottan eléggé hát általános a társadalomban elfogadott módszereket alkalmaz. Anna, ön megpróbált civilként, tudósként, törődő emberként egy szervezetet létrehozni, itt a preambulumban. Magyarázom, azért muszáj picikét rátérjek, és kérem, hogy pontosítson ebben, mert az az érzésem, hogy a rengeteg sok negatív és fájdalmas esetet látva, nem véletlenül döntött úgy, hogy nem pusztán a mérhetőség miatt, hanem hogy legyen egy felkiáltója. Igen, az előbbi kérdés, igen, az előbbi kérdéssel kapcsolatban még azt elfelejtettem mondani, azt kérdezte, ugye, hogy van-e remény a változásra. Igen, igen. Hát a két ország példáját azért hoztam föl, hogy felmutassam, hogy lehet változtatni. Tehát az egyik helyen így van, a másik helyen úgy, akkor nyilván lehet csinálni valamit. Akkor remélem, hogy az illetékesek figyelik, igen, ezt, igen, az adást. Természetesen. Tehát biztatást kapnak, erőt ahhoz, illene ezzel foglalkozni. Hát nyilvánvaló, hogy lehet olyan eszközöket és intézményeket létrehozni, illetve működtetni, amelyek elősegítik a férfiak és a nők közötti egyenlőséget, és akkor kevesebb lesz az erőszak is, mert ugye az az egyenlőtlenséggel jár együtt. És a másik kérdés, amit pontosítanom kell, én nem szervezetet hoztam létre, nem erről van szó, az egy kis tévedés, hanem majdnem 10 évvel ezelőtt egy minisztériumban, ahol akkor dolgoztam, egy kísérleti
kríziskezelő központot működtettünk egy éven keresztül, amelynek az volt a feladata, hogy a családon belül vagy a párkapcsolati erőszak áldozatait, nőket egy komplex szolgáltatással lássa el. Pszichológus volt, szociális munkás és jogász segítette az áldozatokat, akik felkeresték ezt a kríziskezelő központot, és itt ezzel az lett volna a célunk, hogy kidolgozzuk ennek a módszertanát, és az egész országban több ilyen központ is jöjjön létre. Én úgy képzeltem el, illetve mi mindannyian úgy képzeltük el, hogy mivel az áldozatvédelem állami feladat, az állam a kidolgozott módszertan alapján meghirdett pályázatot, és finanszírozza az ilyen központoknak a későbbi működését, és ez egy ilyen módszertani központ lett volna, amit mi elképzeltünk, de aztán egy év után ezt megszüntették. Na csak majdnem tátva marad itt a szám. Elnézést kérek a neveletlenségért, de muszáj arra figyeljek, hát itt van az Emberi Erőforrás Minisztérium, amely számos területen, csatornán keresztül az ember értékekre hivatott vigyázni, magára az emberre, ahol nem lehet megkülönböztetés férfi és nő, kiskorú, meg időskorú, és végignézhetnénk ezt a grémiumot, az egész életláncot ebben a tekintetben. De hát az államnak ez kutya kötelessége lenne, hogy megtegye. Önök gyakorlatilag hiába szűnt meg ez a tudósokból, gondolkodó emberekből álló grémium munkáját, valahol mégiscsak alapot tudna adni egy újrakezdéshez, egy újragondoláshoz, hogy igenis, ha ilyen tetemes számban, most már mennyiségi mutatókat lehet szinte kiállítani, egy mezei csak a sajtot figyelő honpolgárnak, hogy itt mi folyik, mi minden folyik, akkor segítségért kiállt ez a szituáció, hogy lépjenek. Hát megkeresték önöket, hogy mégis jó, most utolva. Az a helyzet, hogy mi nálunk az a... más országokban ilyen központok minden sarkon vannak szinte. Tehát mondjuk menjen ki valaki Bécsbe, Grácsba, és sétáljon végig a főutcán, és nézze meg, hogy hány nőház van. Tehát ilyen segítő központok, amit ott nagy nehezen, tényleg 9 évvel ezelőtt egy minisztérium alsó helyiségében egy éven keresztül működtettünk, teljesen szervezet nélkül, tehát nem volt szervezet. Önmaguk szerveződés. Nem, hát ez egy ilyen minisztériumi kísérlet volt. Hát ilyenből minden kis és nagyvárosban kéne lenni egynek, kettőnek, és részben állami finanszírozásból kéne működnie, és egyetemeken kéne tanítani az itt végzendő munkának a szabályait. Protokolloknak kéne körülírnia azt, hogy hogyan kell ottan dolgozni, és mik azok a speciális problémák, amikkel ezek az áldozatok, mert ez egy másmilyen áldozat. A nők elleni erőszak áldozata az egy speciális áldozat, az nem ugyanolyan, mint az, akit elütött a vonat. Az is egy áldozat, azért is kell tudni foglalkozni. Nem ugyanolyan áldozat, mint akit kiraboltak, az is áldozat, azzal is kell tudni foglalkozni. Ez egy másmilyen szükségletű áldozat, akit a családon belül, vagy a párkapcsolaton belül, vagy akárhol másút azért ért erőszak, mert ő nő. Ez egy speciális áldozat, és ezt meg kéne tanítani az egyetemeken, hogy kell ezzel az emberrel foglalkozni. Anna kedves, a mi műsoridőnk annyira parányi, hogy lényegében körül lehetett írni és némi betekintést adni abban a munkában, amelyet elindítottak, végzett és valamilyen folyamatában. Mégiscsak jelen van, hisz ezért kérik fel előadások tartására, maga rendszerében figyeli ezeket az eseményeket, és hogyha oda nyúlunk, hogy az Infigéni Emléklap területre végignézzük, szinte az esett tanulmányok, amelyeket ön volt szíves itt a Törökszentmiklósi konferencián végigmondani, akkor az emberben valóban felmerült a kérdés, amelyet most nyíltan tehettem fel, és nem is véletlenül. Végtére az államnak kutya kötelessége, hogy ezt a területet hivatalosan felkarolja, szakembereket tudjon összehívni, egyeztetni, mérhetővé tenni, és főleg a megoldás felé, hogy a nő ne legyen az erőszaknak a tárgya, alanya, mind a kettő, ugye egyik súlyosabb, mint a másik, és ne vigye magával egész életminőségében azt a hatást, ami érte, és lehetőség szerint. Anna kedves, ez egy picikét fricska lehet, bocsánatot kérek, hogyha ez túlzás, de a vakká tett kutyát ne tegyük felelőssé. Egy férfi nagyon komolyan erőszakot követel, éppen a hozzá legközelebb álló kedves ember ellen. Anna kedves,
egy mondatba foglalja össze, túl azon, amit én itt elmagyaráztam, hogy az állami szerveknek most már tényleg kötelessége lenne erre a témára felfigyelni. Mi nők? Egy mondatban? Ha lehet, hát, tényleg mindenképpen fontos lenne, hogy állami feladatként ismerjük föl az áldozatok védelmét, tehát a nők elleni erőszak áldozatainak is a védelmét, és hogy tanítsuk a gyerekeket az iskolában az egyenlőségen alapuló kapcsolatra. Hát kedves nézők, megkaptuk a két kőkemény gondolatsort, mint feladatot, aminek az utolsó gondolatát emelem ki, egyenlőségre való oktatás, tessék fölvállalni tanároknak a tanítás, a nevelés és az oktatás területén. Bethlen Anna közgazdász látták, emberi jogi. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy egy olyan alanyát a nők védelmének, akit tisztelettel köszönök meg, hogy ismételten eljött. Kedves nézőinknek kívánok mindezzel együtt nagyon szép estét, viszontlátásra jövő héten.